Következik az Espresszívó. Kedves hallgatóink, az Espresszívó szerkesztője, Lacó Zoltán Vince nevében is köszönti Önöket a műsorvezető, Cséh Nagy Tamás. A mai alkalommal ismét Szegeden időzünk. Az Espresszívó vendége Csikota József karmester, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának tanára, a Makói Magánzeneiskola alapító igazgatója. Mielőtt feltenném első kérdésemet, hallgassuk meg Hidas Frigyes El nem táncolt balett című művének harmadik tételét, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának koncertfúvós zenekara előadásában. Vezényel Csikota József. Hidas Frigyes El nem táncolt balett című művének harmadik tételét, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának koncertfúvós zenekara szólaltatta meg, vezényelt Csikota József. Mikor alakult Makón a magánzeneiskola? Kérdeztem Csikota József alapító igazgatót.
A Makói Magánzenei Iskola 1994-ben nyitotta meg kapuit a tanulói ifjúság számára. Már akkor megalapítottuk a Makói Magánzenei Iskola fúvószenekarát, természetesen akkor még egy kisebb létszámmal, és évek során, már most ez 27 éve, hogy működünk, azóta folyamatosan kibővült a létszám is, és természetesen a partitúrában lévő mindenfajta hangszert tanítunk az iskolába, így a zenekarba képviseltetik magukat ezek a hangszerek. Most jelenleg 80 fős koncertfúvó zenekarunk van, és hála Istennek van egy utánpótlás zenekarunk, amely szintén általános iskolás gyerekekből tevődik össze, de szintén nagy létszámú 60 fős együttes. Ez a koncertfúvó zenekar, ez pontosan mit akar? Hogyan kell ezt elképzelni? Egyrészt kik képviselik, milyen korosztályok képviseltetik magukat, illetve hogy milyen gyakorisággal próbálnak például, vagy hogy egyáltalán milyen koncerteket adnak? Több feladatunk van. Egyrészt a város és város környéki protokollális ünnepségeken, városi ünnepségeken, falunapokon lépünk föl. Másrészt pedig, ami a nevét is hordozza, hogy koncertfúvó zenekar, koncerteket ad, és ahogy Magyarországon néhány évtizeddel ezelőtt már a fúvószenekari mozgalomban egy kirobbanó dolog volt, hogy ezek az együttesek összetételébe, hangszer összetételébe és természetesen repertoárjában a koncerttermekbe bemerészkedtek, és hát ugyanolyan koncertet, minőségi koncertet adnak, mint a zenében bármely más együttes. Így természetesen nekünk is koncertjeink vannak különböző helyeken. A legnagyobb kiemelkedő koncertünk, amire 2000-en jönnek el minden évben, a január 1-én este 6 órakor városi sportcsarnokban megrendezett újévi koncert. Valószínűleg az idén ez elmaradt, vagy meg volt tartva valamilyen formában? Bizonyos szempontból elmaradt, bizonyos szempontból pedig nem, mert ez olyan jeles esemény, hogy ez nem maradhat el, se a zenészek, se a közönség számára. Nagyon kedvelik ezt a koncertet, nem tudtuk megtartani a pandémia miatt, viszont az elmúlt 10 év újévi koncert felvételeiből válogattunk össze a legjobban sikerült darabokat, és ebből egy összeállítást. Ugyanabban az időpontban, január 1-én este 6 órakor online közvetítés volt, gyakorlatilag Makóváros polgármesteri hivatala tette föl. Nagyon örülünk, mert 6000 megtekintése volt ennek a koncert. Arra a kérdésemre még nem kaptam választ, hogy milyen korúak játszanak, tehát itt gyerekek játszanak ebbe a koncertfúvó zenekarba, vagy esetleg már felnőttek is, akik korábban tanultak zeneiskolában valamilyen fúvós hangszeren. A mi iskolánk alap- és középfokú intézmény, ennek a korosztálynak megfelelő életkorú gyermekek és ifjúság játszik, fiatalok, és plusz még olyanok, akik már nem járnak se zeneiskolába, se középiskolába, de már felnőttek, valahol dolgoznak, vagy egyetemen tovább tanulnak, és még mindig nagyon szívesen visszajárnak az együttesbe, az együttzenélés öröme miatt. Ezért mondhatnám, hogy 12-14 éves életkortól akár a 25 vagy éppen már 30 éves is van közöttük. Más az utánpótlás zenekarunk, amit említettem az előtt, azok általános iskolai korúak. Most itt beszélgetünk Szegeden a zeneművészeti karon, hiszen ön itt tanít. Van valamilyen kapcsolat a Szeged városával ennek a makói zenekarnak, ennek a makói fúvós zenekarnak? Igen, komoly kapcsolata van, nyilván a személyem is, és maga az is, hogy a makói koncertfúvó zenekarunk, hála Istennek elég színvonalasan igyekszünk megszólalni, és a Szegedi Tudományi Egyetem Bartók Béla Művészeti Karának koncertfúvó zenekarát is jó magam vezetem már, én márom több mint 20 éve, és vannak közös projektjeink, mint például tavaly Kaliningrádban voltunk kint Oroszországban, ahol Wozbi konferenciát szerveztünk, és a két zenekar összevonva, mint egy hatalmas nagy koncertfúvó zenekar. Vannak ilyen projektjeink, együtt dolgozunk, és hát természetesen ez is egy összekapcsolódó pont a két együttes között. Amikor egy ilyen hatalmas zenekar így megszólal, fúvós együttes, biztosan nagy hatással van a közönségre, de vajon milyen hatással van a játszókra, a muzsikusokra, a gyerekekre, a fiatalokra? Én azt tapasztalom, hogy minél többen játszunk egy együttesben, minél nagyobb a létszám, annál több élmény, energia szabadul föl, és ezek az energiák, pozitív energiák összességében találkoznak, és annál nagyobb a katarzis élmény.
élmény, a zene szerző üzenetét annál jobban meg tudjuk érni, és én úgy gondolom, hogy a közönség számára is jobban tudjuk ezt tolmácsolni. És biztos nem csak a zene köti ezeket a fiatalokat össze, hanem azért egy idő után kialakul valamiféle barátság is közöttük. Ez így van, nekem a makói zenekaromban már nem egy olyan fiatal pár van, akik gyakorlatilag összeházasodtak, még mindig járnak zenekarra, és már a gyermekük a makói magánzeneiskolában játszik, vagy éppen az utánpótlás gyermekzenekarban vesz részt. Ez nagyon nagy öröm számomra, mert nem csak szakmai üzenete van ennek a dolog, hanem természetesen nagyon komoly társadalmi, legalább akkora társadalmi üzenete. Az egyetemi zenekarnál pedig, hát nagyon jól tudjuk, ez a korosztály, fiatalok, férfiak és nők, hát szerelmesek lesznek egymásba, és együtt jönnek zenekarra, és hát természetesen ez is egy olyan társadalmi forma, ahol ezek a fiatalok a zenélésen túl menően a szórakozásukat és a közösségi megélésüket is tudják gyakorolni. Mielőtt folytatnánk a beszélgetést Csikota József karmesterrel, hallgassuk meg Ránki György varázsital szvittjének negyedik tételét, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának koncertfúvó zenekara tolmácsolásában. Vezényel Csikota József. A negyedik tétel hangzott el Ránki György varázsital szvittjéből. Előadta a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának koncertfúvó zenekara. Vezényelt Csikota József. Mondjuk el a hallgatóknak, mit is jelent az imént említett kifejezés Wasbi konferencia. A Wasbi az egy világfúvózenei szövetség, amely a koncertfúvózenekart ápolja, a repertoárt összegyűjti az egész világon, azokat a fúvószakembereket, akik a fúvózenekarral kapcsolatban vannak, zeneszerzők, karmesterek, játékosok, és gyakorlatilag ez az egész földbolygón működik. A mi szövetségünk, a Közép-Kelet-Európai Fúvózenei Szövetség, ennek a világszövetségnek egy szekciója, és hát a legnagyobb és a legenergikusabb szekciója, hiszen ebben a mi tagozatunkban 15 ország kapcsolódott be, és hát ennek a szövetségnek igen sok rendezvénye és megmozdulásai vannak. Azt hiszem, talán 6 évvel ezelőtt volt Magyarországon is egy ilyen Wasbi konferencia Debrecenben, amiről már így az Espresso műsorában tudósítottunk akkor. Azóta mit mondhat magáinak a Wasbi, milyen eredményeket tudhat magáinak, milyen munkákban vannak benne?
Nagyon komoly eredményeket sikerült elérnünk, hiszen azóta, hogy Debrecenben volt konferenciánk, azóta Csehországban, Prágában is rendeztünk, illetve, amit az előtt említettem, Kaliningrádban, Oroszországban is volt egy WSBI konferenciánk. Rendszeresen szervezünk, nem minden évben, de 2-3 évenként ebben a régióban megrendezünk egy olyan konferenciát, ahol koncertek vannak, előadások vannak, szimpóziumok, kurzusok, és ez mindig nagyon izgalmas, nagyon mozgalmas, energikus, és ha szabad mondani, látványos is, mert Oroszországban például nem csak koncertek voltak, hanem térzenék, és volt olyan eset, ahol még mazsorettekkel is összefogtak. Oroszországban divat a látványosság is, és azon kívül rendszeresen szervezünk különböző országainkban versenyeket, amelyek mindig neves zsűrikkel történnek, valamint nagyon nagy előrelépésnek tartom azt, hogy jelentős új darabok születnek a szövetség felkérésére zeneszerzők felé, és jelentős a repertoár bővítésünk, és nagyon boldogok vagyunk, mert minden egyes alkalom, amikor egy új mű születik, és a zeneszerző ott van, és előadhatjuk, az mindig egy katarzis élmény, és ebben nagyon elhivatott a mi szövetségünk. A magyarok közül jeles zeneszerzők nevét néhányat hadd említsek meg. A Madarász Iván darabjait, a Tóth Péter darabjait, Lacó Zoltán darabjait, akik hát természetesen most még alkotóak, de megemlíteném azokat is, akik már sajnos nem alkotnak, de játsszuk darabjait, a Lendvai Kamilló és a Hides Frigyes is természetesen ide tartozik. Illetve még az élők közül nagyon nagy szeretettel játsszuk Balázs Árpád műveit is. Ezek kortárs művek, amiket így megrendel a szövetség, vagy amire felkérést kapnak a zeneszerzők. Hogyan vannak ezzel az előadók, tehát a fuvószenekarok? Ezeknek a kortárs zenéknek azért túlnyomó része nem olyan egyszerűen előadható, vagy megtanulható. Néha akár még a fülbemászóság is kérdőjeles egy külső hallgató számára. Hogyan vannak ezzel a zenekar vezetők elsősorban, illetve maguk a zenekarok? Könnyű nekik megtanulni egy ilyen új műsort, egy új darabot? Én úgy gondolom, hogy a valamire való zenekarvezetőknek mindenképpen az új felé mindig nyitottnak kell lenni. Én magam is így vagyok, ha csak egy új darabbal találkozok, akkor úgy gondolom, azt meg kell tanulni, be kell mutatni, és majd a későbbiek eldöntik a közönség, hogy az mennyire sikeres. Nagyon sok múlik természetesen, nem csak a zeneszerzőn, hanem azon is, hogy az milyen hangszerelés, és hogy a zenészek hogyan adják elő. A zenészekkel kapcsolatosan pedig azt tudom mondani, hogy a zenekar vezető hozzáállása, és hogy hogyan tanítja a zenekarát. Rengeteg jó darabot eljátszottunk már mi is, és én arra nevelem, és úgy gondolom, hogy hasonlóan még sok muzsikus karmester társam is, a jövő nemzedékét, a fiatalokat, arra próbáljuk ösztönözni és kinyitni őket, hogy legyenek nyitottak bármilyen darab, de ha egy új darab, akkor ahhoz hozzá kell állni, és hogyha először lehet, hogy vannak furcsa dolgok, furcsa harmóniák, aztán rá fognak jönni, hogy egyre többször eljátszok, és egyre érdekesebb, és egyre értékesebbnek fogják érezni. Én magam is így voltam ezzel annak idején, mikor fiatal muzsikus voltam, jött annak idején még ahogy a diszonáns harmóniák, meghallgattam először, de furcsa, meghallgattam másodszor, harmadik, tizedjére, és utoljára már dúdoltam is, de jó ez a zene. Tehát úgy gondolom, hogy a mai kortárs zenét tanulni kell, nyitottnak kell lenni, és ezek is ugyanolyan értékesek, mint az előző korokban íródott zenék. Hogyan vannak most így a pandémia idején így a fuvószenekarok? Tudjuk, hogy ez eléggé veszélyes szakma ilyen szempontból most. Hogyan tudnak most egyáltalán próbálni a fuvós együttesek? Nagyon nehezen, mert tudomásom szerint, akikkel én kapcsolatban vagyok, már pedig sok karmesterrel kontaktban élünk a szövetség révén, az együttesekkel, és én úgy tudom, hogy most ebben az időszakban nem igen tudnak próbálni. Úgy gondolom, hogy a különböző összetételű együttesek különbözőképpen élik meg ezt a helyzetet. Úgy gondolom, a legveszélyesebb egy városi fuvószenekarnak, ahol már nem járnak zeneiskolába, felnőttek, dolgozó emberekről van szó, és nem is biztos, hogy otthon előveszik a hangszert.
őnekik valószínűleg ez elég súlyosan élik meg. Azok az együttesek, amelyek oktatási intézményekben működnek, és próbálni ugyan nem tudnak, de hangszeres órára járnak a fiatalok, így például, mint az egyetemen, vagy a makói iskolámban. Hangszeres órák vannak, így nyilván nem épülnek le a hangszereiken, és mi igyekszünk tartani a kapcsolatot digitális úton, módon. Én kijelölöm azokat a zenekari szólamokat, anyagokat, amit meg kell tanulni, és a főtárgy hangszeres vizsga, ami nálunk most legutóbb videófelvétellel készült, egy-egy zenekari anyagot rá kell játszani, tehát a tudatukban benne van, hogy zenekar, és amikor felszabadulunk, akkor a legnagyobb örömmel, mondhatnám azt jó értelemben kiéhezve, a közös együtt muzsikálás örömére fogunk majd találkozni. Csikota József karmestert, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának tanárát, a makói magánzeneiskola alapító igazgatóját hallották. Az Espresszívó végén néhány online zenei eseményt ajánlok szíves figyelmükbe. Ez alatt Madarász Iván Nautilus című kompozícióját hallják. Előadja a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának koncertfúvós zenekara Csikota József vezényletével. A Koncertó Budapest művészei és a Keller Kvartett április 21-én a székesfehérvári Vörös Marti Színházban lép fel. A Bartók esten részleteket hallanak a hegedű duókból, elhangzik a harmadik vonós négyes, valamint a divertimento Keller András vezényletével. A koncertet a Filharmónia Magyarország közösségi oldalán este 7 órai kezdettel tekinthetik meg. Ezt a felvételt, mint ahogy sok más hangversenyt, bármikor visszanézhetik, hiszen a Filharmónia Magyarország YouTube csatornáján megtalálják az összes korábbi stream koncertet. Az Óbudai Danubia zenekar Mesterműhely sorozatának koncertje április 23-án 19 órától lesz látható. Műsoron Rossini G-dur szonátája, Haydn C-dur gordonka versenye, valamint Mozart Egy kis éji zene című darabja lesz. A szólista Fenyő László cselló művész. A hangversenyt a www.utazenehez.hu oldalon tekinthetik meg. Április 23-án, pénteken, Kelemen Barnabás nem csak hegedű játékát csillogtatja meg a hallgatóság előtt, hanem karmesteri kvalitásairól is tanúbizonyságot tesz. A budafoki Doknányi zenekar élén Mendelssohn Hebridák nyitányát vezényli, melyet a 20 éves szerző a skóciai Hebridákra tett látogatásának elementáris hatása ihletett. Ezt követően felcsendül Mendelssohn émol hegedű versenye, majd az online koncert zárásaként Schubert 5. szimfóniáját szólaltatja meg a zenekar. A hangversenyt a budafoki Doknányi zenekar közösségi oldalán tekinthetik meg. Április 24-én szombaton 20 órától a Kossuth díjas szoprán Kolonics Klára az Operaház kamara énekesének áriastjét közvetítik az Opera Otthonra stream sorozatban. Kolonics Klára közel 2 évtizede bűvöli el az opera közönségét Mozart, Donizetti, Verdi és Erkel hősnőinek megformálásával, de neve szintén ismerősen cseng Európa számos országában. Az operák mellett rendszeresen hallható dalesteken és hangversenyeken, koncertrepertoárja a baroktól egészen a kortárs művekig terjed. Ária estjén olyan népszerű Belcanto darabokból válogat, mint Bellini és Donizetti operái, valamint Meyerbeer, Rossini, Massenet és Charpentier művei. A 100 éve született Cifra György emléke előtt tisztelek Balázs János zongora művész. Az április 25-én vasárnap este 8 órakor kezdődő online koncerten többek között Wagner, Liszt, Brahms és Rachmaninov szerzeményei hangzanak el. A koncert koncepciója azt a romantikus hagyományt folytatja, amikor még a zongoristák és a zeneszerzők előszeretettel improvizáltak és átiratokat készítettek ismert operákból és dalokból. Balázs János bemutatja azt a 200 éves tradíciót, melyben az előadó művész valójában az alkotó művész társává válik. Így szeretné a művész felhívni a figyelmet eme műfaj létjogosultságára a klasszikus zenében.
A koncertet a Filharmónia Magyarország YouTube csatornáján követhetik. Kedves hallgatóink, 4 hét múlva ismét jelentkezik az Espresszívó. A szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is elköszön önöktől a műsorvezető, Cséh Nagy Tamás.